Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Mai asszendensünk egy kicsit a megszokotthoz képest rendhagyó lesz. Megpróbáljuk körbejárni az újévi szokásokat, illetve az évelei jóslásokat. Hogyan próbáltak régen jövendőlni különböző jelekből, különböző tevékenységekkel. Természetesen dr. Pál István ma is segít nekünk, nem csak ebben, hanem abban is, hogy milyen népszokások, babonák vannak ebben az időszakban, amikre figyelnünk kell. Megtudhatjuk, milyenek a vízöntők, mit ígérnek a csillagok az elkövetkezendő időkre, és akkor, ahogy ígértem, elmerülünk a különböző jós technikákban. Tartsanak velem! Nos, akkor rögtön csapjunk is a közepébe, nézzük meg, hogy mire is jó egy személyes horoszkóp, mit ígérnek a csillagok az elkövetkezendő hetekre, és hogy a vízöntők milyenek is. Kos, érdemes lenne feleleveníteni néhány régi kapcsolatot. Sok hasznos ötletet meríthetne, illetve kellemes időtöltés is lenne a régi ismerősökkel összejönni, beszélgetni. Bika, most már tényleg itt az ideje, hogy kellő energiával a céljára fókuszáljon. Mindent el tud érni, de bele kell tenni az erőt, és kell hozzá a kitartás. Ikrek, szedje már végre össze magát. Ideje lenne, hogy nem elég utcákban bolyongjon, hanem megtalálja a célba vezető legrövidebb utat. Higgyen magában, és tegyen meg mindent érte. Rák. Ön lesz az egyik nyertese ennek az évnek. Álmai szinte tálcán jönnek önnel szembe. Kérdés, hogy kinyújtja értük a kezét, vagy hagyja, hogy az inas elsétáljon a tálcával a kezében. Oroszlán. Minden attól függ, hogy mennyit mer kockáztatni. A szakadékot két kis ugrással nem, csak egy naggyal lehet átugrani. Kiváló lehetőségeket kínál ez az év a munkában, karrierben. Szűz. Lehetséges, hogy nem veszi komolyan a környezete figyelmeztetéseit. Ideje lenne többet pihenni, és jobban odafigyelni az egészséges életmódra. Mérleg. Most aztán nem lesz miért panaszkodjon, amit csak el tud képzelni, minden lehetőséget megfogadni önnek ez az év. Persze, meg kell ragadni őket. Skorpió. Ez az év a magánéletben nagyon kellemes fordulatokat hozhat, élvezze. A pénzügyekben is megnyugtató irányok bontakoznak ki. Most lezárhat sok régóta húzódó ügyet, és szépen gyarapodhat is. Nyilas. Mindenkinek megszólal egyszer az ébresztő. Már egy ideje önnek is török. Csak nem akarja hallani, nem akar szembenézni a valósággal, pedig előbb-utóbb muszáj lesz. Bak. Sok olyan mellékvágányon futó dolga van, amit le kellene zárnia végre. Nem szép dolog meghagyni az illúziókat, holott ön már tudja, nem lesz megvalósulásuk. Vízöntő. Új év, új korszak nyitánya. A megszokottól is sokkal nagyobb hangsúlyt kap a család, a közeli rokonok, barátok. Ez rendben van így, hiszen most ez az az életterülete, ahonnan sokat tud töltekezni. Halak, a múlt visszaköszön, nem csak a régi kedves emberekkel való találkozásokban, hanem a korábban be nem váltott ígéretek is jelzik, itt lenne már az idejük. A vízöntő, úgy gondolom, hogy ha egyszer föltalálják a négykerekű esernyőt, ami almareszelőnek és kölömreszelőnek egyaránt jó lesz, akkor azt vízöntő fogja megtenni. Nevetünk rajta, mert a korember, ez már a vízöntőkor. Mindent feltalál, a szerencsés esetben önmagát leginkább, az a jó benne. Nevetni kell néhány vízöntőn, mert a zsenik áldása és átka benne van a legtöbbjükbe. De valójában azért a számítógépet, az űrhajót ugyanazoknak a vízöntőknek köszönhetjük, akiket kinevetünk. Társas lények, társasági lények, fontos nekik a barátság, a támogatás. Van olyan vízöntő barátom, akinek még ahhoz is protekció kell, hogy lehúzza a vécét. Mindig keresi a lehetőséget. Emberszerető. Nagyon emberszerető típus, segít, de inkább közösségen, mint egyes emberen. Egyébként azt hiszem, hogy az, hogy nem anyagias, az megint egy fontos tulajdonsága a vízöntőnek.
azt szoktam mondani, hogy közülük kerül ki a legtöbb halhatatlan, aki valójában egyébként élhetetlen volt. Tehát a pénz nem igazán hajszolja a vízöntőket. Ha valaki egy adott helyen megszületik adott pillanatban, akkor neki a sorsa determinált? Tehát megvan előre határozva, hogy ez meg ez történik, és akkor... Tehát van-e szabad akar? Egyszerűen fogalmazva determinált a sorsunk, hiszen a személyiségünk meghatározza a sorsunkat. Én azt szoktam mondani, bár az asztrológiát nem tartom igazán ezoterikus tannak. Annak is tekinthetjük. De azt szoktam mondani, hogy én vagyok a legmaterialistább okkultista. Csak azokat a magyarázatokat és tanokat fogadom el, amiknek van létalapjuk, más tekintetben is. Azt az érmét fogadom el igazinak, nem hamis pénznek, aminek mindkét, sőt, mindhárom oldalát megvizsgálhatom. Így vagyok azzal, hogy ne volna befolyása a habitusunkra a születés ideje. Egészen más, amikor, ha egy gyermek ilyenkor tavasszal születik. Élete első döntő időszakában ki lehet vinni a napfényre, a friss levegőre, a mamán keresztül ő maga is dúsabb és értékesebb táplálékhoz jut, míg a télen született baba, vagy az ősszel született baba kénytelen egy mesterséges környezetben, egy lakásban, ahol valljuk be, nem igazán jó a levegő, más a táplálkozási lehetőség, tehát más a start, és ez hónapról hónapra is változik. Tudjuk azt, hogy például a napfénynek komoly szerepe van a vitaminok kiváltásában, hasznosításában, létrehozatalában, tehát már eleve az meghatározza. Az, hogy az egész sorsunk, hát a személyiségünk dönti el a sorsunkat. Még azért itt visszatérnék ahhoz, hogy az is kétségtelen és nem asztrológiai magyarázat, hogy a szülők pillanatnyi biológiai, fiziológiai, tehát lelkiállapot, testi állapota döntően befolyásolja az utódnak a habitusát, a mienségét. Most dr. Pál István fogja nekünk elmesélni, hogy eleink, nagyanyáink hogyan próbálták megjövendölni a következő évet, illetve a lányok a nagyon fontos dolgot, hogy házasodnak vagy nem. Mik azok a népszokások, amik az éve első napjaihoz kötődnek? Ugye az elmúlt hónapban beszéltünk arról, hogy a karácsony, illetve a téli népszokások hogyan hatnak az emberekre, és miért van egyáltalán lehetősége a falusi embereknek arra, hogy a nyárihoz képest nagyságrenddel több népszokással foglalkozzanak, vagy üljenek, tartsanak meg. De ez ugye ennek az az értelme, hogy ilyenkor kevesebb a télen kevesebb a munka a ház körül, nincsen a föld körül olyan tevékenység, ami kapálás, vagy gyomlás, vagy faápolás, inkább csak az állatoknak kell enni, adni, hiszen azok enélkül nincsenek meg. Ami az év első 12 napját illeti, az nagyon jelentős volt az emberek életében, itt mindig múlt időről kell beszélni általában, hiszen ebből próbáltak jósolni az év 12 első napjából, hogy az év 12 hónapjának milyen lesz az időjárása. Nem azt jelenti, hogyha január 1-én esett a hó, akkor most egész januárban hó lesz, hanem inkább azt jelenti, hogy csapadékos időjárásra számíthatunk. Ha süt a nap, akkor természetesen azt jelenti, hogy jó idő lesz, és ezt rögtön lehet is ellenőrizni a január 1-ét, hiszen a január még közel van. De ha decemberre, a hónap utolsó hónapjára gondolunk, akkor bizony fel kell jegyezni a január 12-i időjárást is, hogy az emberek erre gondoljanak. De a jóslásoknak mindenféle más válfaja dívott ebben az időszakban. Ekkor kellett elmenni például a jósnőkhöz, hiszen ők meg tudták jósolni, megpróbálták megjósolni, hogy így mondjam, hogy az embernek az évben, az életében milyen fontosabb változások következhetnek be. Meg tudták jósolni a lányok azt is ebben az időszakban, hogy vajon abban az évben az eladó lányokról van szó, férhez tudnak-e menni, vagy ha férhez mennek, akkor kihez fognak hozzámenni férjük. Többféle praktikát megpróbáltak itt elsütni, például szó szerint sütni, hiszen pogácsát is sütöttek, és 12 pogácsát sütöttek, és akkor kitakták a kutyának,
és amelyiket leghamarabb, és természetesen nevet raktak a pogácsába, egy kis cetlit sütöttek bele, és amelyik cetlit először elvitte, amelyik pogácsát elvitte a kutya, akkor az abban lévő cetliből próbálták jósolni, mi lesz a neve a jövendőbeliüknek. Természetes, hogy más formákat is az idő magával hozott a jóslások szempontjából. A legrégebbi ez az ólomöntés volt, hiszen ez megint egy olyan fantáziára bízott eredménnyel rendelkező jóslat, amit vagy beleláttak az emberek, vagy nem. Aki jósolt, az biztos, hogy belelátta, hiszen meg kellett olvasztani egy kis tégelybe egy olmot, azt beleönteni vízbe, és ahogy hirtelen megdermed az ólom, akkor abból a formából következtettek arra, hogy a kérdezőnek az életében milyen változások következhetnek be. Férhez megy-e, betegsége lesz, vagy egészséges lesz az abban az évben. Később, vagy ezzel párhuzamosan a viaszöntés is dívott, ennek is ugyanez a módszere, hiszen meg kellett olvasztani a gyertyát, és abból, vagy a mélyviaszt, és abból, ha beleöntötték a vízbe, az is különböző formákat adott. Természetes, hogy a kávénak a paraszti háztartásban való betörése is alkalmat adhatott erre, hiszen a kávézacból való jósolás, amikor megszáradt a kávézac, és úgy kiöntötték porformájában, az is összeállhatott olyan megmagyarázható formára, amiből próbáltak következtetni bizonyos bekövetkező eseményekre. Ha már megjósoltuk az évet, akkor azért ne feledkezzünk el a fontos eseményekről sem. Ugye jön január 6-a, ami a vízkereszt napja, ami a kereszténységnek, mind a református, mind a katolikus keresztényeknek nagyon fontos ünnepük volt. Mára ez jó részt elhalványult. Ennek a vízkeresztnek ma is vannak máigható következményei, de tulajdonképpen mi is ez a vízkereszt? Három eseményre következtethetünk ebből a dátumból, hiszen első az, ami a nevében is benne foglaltatik, hogy keresztelő Szent János a Jordán vízében ekkor keresztelte meg Jézust, aki még mielőtt profétává vált volna, ő is maga is megkeresztelkedett, hiszen a keresztelő Szent János fennen hirdette, hogy a pogányoknak, ha megkeresztelkednek, illetve a zsidók, ha megkeresztelkednek, akkor úgy válhatnak csak keresztényé, és belemerítkeztek a Jordán vizébe. Érdekes, hogy tavaly voltunk Izraelben, és voltunk ebben a Jardenit nevű, ezen a Jardenit nevű helyen, ami, ha az ember belegondol, és maga elé gondolja, hogy milyen lehet ott a Jordán víze, akkor egy minimum egy Tisza nagyságú folyóra gondol, és nem egyáltalán, hanem egy kis folyócska, nincs is olyan széles, mint a Bodrog, tehát ha itt a közelben maradunk, és ott ma is kiépült egy olyan keresztelő rítus hely, ahol szó szerint meg lehet venni a keresztelkedést, ruhákat adnak, ilyen lepleket, fehér lepleket az emberekre, belemennek a vízbe, van egy keresztelő emberke, külön kasszánál kell befizetni a keresztelési költséget, külön pólókat lehet venni, hogy én itt most a Jordán vízében megkeresztelkedtem. Tulajdonképpen ez a probléma ezeknél a dolgoknál, hogy teljesen elüzletélyesednek, tehát kivész belőlük az a hit, amiért az emberek tulajdonképpen ide elmehettek. A másik, ez csak egy kis kitérő volt a keresztelkedéshez, meg Jézushoz és a keresztelő Szent Jánoshoz. A másik a három királyok, illetve a bölcsek napja, hiszen az 5. századtól Gáspár, Menyhért, Boldizsárként emlegetett bölcseket, akik azért is bölcsek voltak, hiszen mert hittek a jeleknek a jelentőségében, és ők egy csillagot követve keltek át a judeai sivatagon, és mentek el Betlehembe, mivel hallották, hogy megszületett a kis Jézus. A Gáspár, Menyhért, Boldizsár nevet, illetve magát az anagrammát, hogy G+M+B, ezt manapság is ismerik rengeteg településen, ahol még mélyebb a vallásnak mélyebben vannak a vallás gyökerei, hiszen a keresztény papok ilyenkor járják körbe a falut, és megszentelik a házakat, megszentelik az istállókat, mégpedig úgy, hogy krétával fölírják az ajtófélfára, hogy G+M+B, és az elejére
mondjuk 20, utol a végére 17, tehát 2017, és egy anagrammát is fölrajzolnak, egy csillagot is fölrajzolnak, és szó szerint megszentelik szentelt vízzel, és ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a gonoszt, a kárt, az ártó szellemeket távol tartják mind a jószágoktól, mind az emberektől. Tehát ez a két eddig két jelentőségét soroltam fel a vízkeresztnek. A harmadik az, hogy ekkor kezdődik a farsang is, ami egészen húshagyó kedd végéig, halmozó szerda elő estéjéig tart. Még egy csodát kell ehhez a naphoz fűzni, hiszen Jézus első csodatétele ezen a napon történt, a kánai menyegzőn, amikor fogytában volt a bor, a nagy kőkosokban tartott vizet, vízből bort csinált, és ez a csodálatos szaporításnak, vagy vízborrá változásának, változtatásának a jelentőség, és hiszen erre az esküvőre Máriát is meghívták, ő pedig saját fiát Jézust és az ő tanítványait is ide csoportosította át, tehát ők is részt vettek ezen a rendezvényen. Visszatérve a farsangra, ez az az időszak, amikor elindul az a kissé féktelen, kissé a hagyományos szokásokat sútbadobó, szabadszájú, a gőzt leeresztő eseménysorozat, ami ebben az időben teljesedett be. István, szokott-e neked újévi fogadalmad lenni? Nem. És miért nem? Nem akarom azt mondani, hogy vizet prédikálok és bort iszom. Tehát én racionálisan próbálok gondolkodni. Nem azt mondom, hogy minden esetben racionálisan gondolkodom, de én ezekben a fogadalmakban nem nagyon hiszek. Az új év jó alkalom arra, hogy egyfajta leltárt készítsünk az elmúlt évünkről, a korábbi terveinket felülvizsgáljuk, és számot vessünk azzal is, hogy mit sikerült elérni. Ha elég kritikusak vagyunk, akkor szembesülhetünk hibáinkkal, és akár korrigálhatjuk is. Az év fordulóján a kutatók szerint azért szeretünk megfogadni ezt-azt, mert úgy érezzük, hogy tiszta lappal indulhatunk, és amit eddig halogattunk, azt most meg tudjuk valósítani. Megkérdeztünk néhány járókelőt, ők hogy vannak ezzel. Szokott-e újévi fogadalmat tenni? Megmondom őszintén, nem nagyon szoktam újévi fogadalmat tenni. Eddig még nem volt rá példa, de ezen túl majd lehet, hogy átgondolom. Csak is olyat fogadok, amit megtartok. Például? Hát például az, hogy sokat fogok mozogni, sokat fogok olvasni, vagy nyelvet tanulni, és ez be is válik. Én általában nem. És miért nem? Elfoglalt vagyok, még dolgozom. Örülök, hogyha unokával töltetem az időt, és ez engem leköt. Nem igazán. És miért nem? Azért, mert úgyse tartom be. Ha teszek is fogadalmat, elhatározok bizonyos dolgokat, mondjuk például, hogy na hát, fogyjak le egy kilót, úgyse tartom be, ha meglátom a finom ételeket, és nem, inkább nem teszek fogadalmat. Nem jellemző. És miért nem? Azért nem, mert mondjuk megfogadom, hogy nem dohányzok, úgyis rágyújtok. Tehát szintén fölösleges, ugyanez a helyzet. Valóban a statisztikák is azt mutatják, hogy az újévi fogadalmaknak csupán elenyésző százalékát tartjuk be. A lendület megvan az év első napjaiban, de visszakerülve a normál kerékvágásba, csak ritkán van elég kitartásunk és erőnk, hogy a változásokat véghez is vigyük, vagy tartósan be tudjuk építeni a megszokott mindennapjainkba. És akkor most próbáljunk tapasztalatot is szerezni, nézzük technikailag, hogyan lehet kivitelezni ezeket az évi jóslásokat, és akkor próbáljuk megfejteni a mi következő egy évünket. De soha ne felejtsük el, hogy a sors nem kényszerít, csak hajlamossá tesztet bárki, bárhogyan jövendől nekünk. Ezt mindig tartsuk szem előtt, hogy mi döntjük el, hogy mi az, amit hagyunk megvalósulni a sorsunkba, illetve mi az, amit nem. A jövendőlésnek vannak különböző eszközei, amiket most ki is fogunk próbálni. Van a kávézaccos jóslás, amit mindjárt meg is próbálunk, van a viaszöntés, ezzel várnunk kell egy kicsit, hogy kellőképpen felolvadjon a mécses viasza, illetve különböző kártyák állnak rendelkezésünkre a jövőt kémlelendő. De egy egyszerű gyufas csomaggal is lehet jósolni.
kezdjük hát a kávézatszal. Egy pohár vízbe, vagy csészényi vízbe kávézatszot fogunk elkavarni. Nem kell túl sok. Ezt elkavarjuk. És egy határozott mozdulattal kiöntjük, és várnunk kell, míg ez valamilyen formává össze fog ülepedni. Később ehhez visszatérünk. Addig nézzük meg, hogyan lehet egy csomag gyufával jósolni. Régen ezt ilyen vesszővetésnek is nevezték. Az a lényeg, hogy föl kell tenni egy kérdést, ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy mondjuk a következő évben teljesül-e az anyagi törekvésünk, meg kell rázni, jó alaposan, kiborítani, és bocsánat, egy nálam maradt, és mivel azt látjuk, hogy nem estek nagyon széjjel, és inkább egy irányba mutatnak, ez azt jelenti, hogy ha összpontosítjuk az energiáinkat, akkor ez teljesülhet. Persze ezek nagyon szubjektív lehetőséget biztosítanak, hiszen ki mit lát benne, lehet erre azt is mondani, hogy káosz lesz. Régi jósnőknek ezért volt nagyon jó dolga, hiszen bármit beleláthattak, bármit belemagyarázhattak ezekbe a gyufajóslásokba, vagy vesszővetésekbe. A kártyák már ennél lényegesen konkrétabbak, hiszen ott megvan az adott lapoknak a jelentése. Ezt gyorsan elteszem az útból, és akkor kezdeni is fogjuk a kártyákkal. Nagyon sokféle kártya létezik, az egyik legrégebbi a runa kártya, amit az ősi vikingek használtak, és mint egy rovás írás szerű kártya. Gyakorlatilag a viking ABC-nek a betűit találjuk meg rajta. Ez a kártya alkalmas többek között arra is, hogy a rossz gonosz erőket megmutassa, hogyha valakin van, persze van tiszta lap is. Nézzük, hogy a runa kártya mit jósol nekünk az év első felére. Közben koncentrálunk, kihúzzuk legyező alakban, és az év első fele az 6 hónap, és akkor 6 lapra van szükségünk. Azért nem a 12, persze ezt lehet 12-vel is, csak most nekem kicsi a hely. Ez azt mutatja, hogy az év első hónapjában többféle keresztező szándék lesz a saját szándékunkkal szemben, vagyis azt mutatja, hogy akadályok, nehézségek jöhetnek, de mindig van megoldás, sőt kompromisszum is jó. A második hónap a megoldások hónapja, hiszen mindenféle áthidaló megoldással el tudunk jutni a célunkig. A harmadik hónap az egy ilyen sok bosszúsággal járó hónap lesz, de mindig a jó felé ér véget. A negyedik hónap az sok megpróbáltatást, sokféle olyan feladatot, problémát hoz elénk, amit nem lesz egyszerű megoldani, de a kreativitás az segíthet. Az ötödik hónap az a problémák elkerüléséről szól, a hatodik hónap pedig az energiák fókuszálásáról. Tehát hajrá! Térjünk vissza egy kicsit a kávézatszunkhoz. Hát, ha nem tudom, hogy ebből mit lehet igazából kiolvasni, nekem ez egy kicsit ilyen, minthogyha lenne egy halszemfókuszos objektívünk, ami összesűríti a képet, és itt mondjuk hegyek vannak, itt meg egy kicsit ilyen tengerpartos rész. Én azt gondolom, hogy az én fantáziám szerint ez ilyen utazást, utazásokban bővelkedő időszakot mond. A hegyek azok néha nagy kihívásokat is jelenthetnek, ez is beleférhet akár. Itt szintén ugyanaz a probléma, mint a gyufás jóslásnál, hogy végtelenül szubjektív, ki mit lát bele. Meg hát nem is olyan ügyesen sikerült kiönteni, tehát ha ügyesebben öntöm, lehet, hogy lett volna belőle lovacska, vagy házacska, vagy bármi. A következő kártya egy nagyon érdekes kártya lesz. Még mindig várni kell a viasszal. Ez a szimbolon tarot, amit évelei jóslásnál is szoktunk használni. Igazából ez egy borzasztó szép kivitelű kártya, és a megszokott tarot kártyákhoz képest másképp
helyezkednek el rajta a szimbólumok, illetve másképp játszik a szimbólumokkal. Ebből szintén lehet következtetni, meg jósolni az évünk mienségére. No. Elég nagy a csomag, nehéz kavarni. És akkor most minden négy hónapra húzunk egy kártyát. Tehát az első az a január, február, március, április, a következő május, június, július, augusztus, és az utolsó lap az pedig szeptember, október, november. Nos, az első kártya az a kettősséget mutatja, a egyensúlyt az éjszaka és a nappal között, az egyensúlyt a negatív és a pozitív között. Tehát ez az az időszak, amikor az embernek mindig meg kell próbálnia a középútra törekedni, illetve megtalálni saját magában is az egyensúlyt, hiszen mindenkiben van pozitív, negatív oldal. No, hát ez azért nem csak ennyire filozófikus, mert nyilván, ha ez a feladat, akkor ehhez adnak olyan kihívásokat is, ahol alkalmazni kell ezt. A következő, a harcos, aki megy és harcolna. Tulajdonképpen ezek az ilyen erkölcsi csaták, ahol győzedelmeskedni kell. És az utolsó az egyértelműen egy kos jellegű lap, ami a tüzet, a szintén harci lendületet, de ez inkább azt a harci lendületet hozza, mint mondjuk egy sportversenynél, amikor nem élethalálra megy a küzdelem, viszont nagyon fontos a győzelem, azért megy a sportoló a versenyre. Ez olyan kihívás, ami lehet valakinek ilyen életcélja, élete nagy álmának megvalósítása is. Ezt a kártyát egyébként ilyen évelei jóslásra január közepéig célszerű használni. Ennyi fért mai műsorunkba, én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, várom Önöket legközelebb is itt a Kölcsei Televízió Ascendens című műsorában. Tartsanak velem legközelebb is. A viszontlátásra!